Most következik még csak a drámai tetőpont! Mert Sobri Jóska Bakonyi betyár emberére talált a talpra esett pandúrban, aki messzire hordó fegyverével megcélozta Sobri Jóska központi idegrendszerét. Sobri... Mi ez a nagyon vicce? Hova célozzunk? Sobri Jóska pedig viszont itt állta a drámai feszültség... Ez így nem jó, még egyszer. Szinte elviselhetetlen volt, amikor egyszerre egy időben elsütötték fegyverüket, csak azért, mert egy zacskót hoztam. Egy időben egyszerre elsütötték fegyverüket! Sobri Jóska golyója éppen szíven találta a pandúrt, aki miként az elfántok elvonult meghalni. A pandúr golyója pedig 1200 méter per szekundum négyzet gyorsulással elhagyta a fegyver torkolati csövének végét, majd száguldott Sobri Jóska koponya csontja irányában irgalmatlan sebességgel, az önök kedvére ezt most lassítva láthatjuk három dimenzióban. De amikor a golóbis is Sobri Jóska központi idegrendszerétől már csak 3 cm-re volt, Sobri Jóska fején keresztül cikázott egy gondolat. Ezt a gondolatot mindenki ismer, aki olvasott valaha Sigmund Freudot. Tehát arra gondolt, hogy Atya Úristen, meg a kedvenc szólásával élve azt a pici kalapos Jézussát neki, hát itten még meg is hallhatok, na és ebben a pillanatban és ebben a drámai felismerésben Sobri Jóska szem előtt lepergett eddigi élete. Na és a kedves publikum ezt a filmet tekintheti meg most! A Kajár PC vízirevű jó voltál! Nagyon szépen köszönjük a lelkesítő tapsot!